Ha megnyomnánk a stop gombot, és ránéznénk magunkra, vajon hányan lennénk teljesen jelen? Ki az, aki egyáltalán nem kalandozik el, egy pillanatra sem kezd el aggódni, rágódni, esetleg ábrándozni? Van-e olyan, akinek valami olyasmi jár a fejében, hogy nagyon érdekes ez a konferencia, de hogy lesz kész a szakdolgozatom, ha van egy szabad délutánom, és én nem azt írom? Vagy ráérek, örülök, hogy itt lehetek. Vártam az előadást, de most mégsem tudok figyelni, mert folyton az a vita jár a fejemben. Már pontosan tudom, hogy mit kellett volna mondanom, és akkor biztos minden másképp alakult volna. Már nyúlok is a telefonért, hogy legalább most megmondjam a magamét, amikor körülnézek, és látom, hogy egy előadáson ülök. Amit vártam, de most mégsem figyelek, ettől aztán még mérgesebb leszek. Az előadásra persze nem fogok emlékezni. Mennyi idő megy el a mindennapjainkból arra, hogy a múlton rágódunk, vagy azon aggódunk, mit hoz majd a jövő? Lemaradunk a saját életünk jelentős részéről. Abban, hogy ez ne így legyen, a mindfulness tud nekünk segíteni. Az előadásomban elmondom, hogy mi az a mindfulness, nekem miért segített, és neked mire lehet jó. Nézzük először, hogy mi is az a mindfulness. Éber figyelemnek, tudatos jelenlétnek, jelen tudatosságnak szokták fordítani. Nincsen egységes terminológia, a mindfulness kifejezést gyakran használják magyar szövegkörnyezetben is, így én is ezt fogom. Lehet cifrázni a definíciót, de a két kulcsfogalom a tudatosság és a semlegesség. Tudatosan irányítod a figyelmedet, és semleges maradsz mindazzal, amit tapasztalsz. A mindfulness segítségével a vakreakciók helyett tudatos választ adhatunk a minket érő ingerekre. Számomra a mindfulness különös varázsát az adja, hogy a keleti és a nyugati tudás ötvöződik benne. A 2500 éves buddhista hagyományokra épülnek a gyakorlatok, de nem kell buddhistának lennünk ahhoz, hogy gyakoroljunk. A nyugati orvoslás is használja, lelkesen kutatott terület a mindfulness. Stressz, szorongás, depresszió, krónikus fájdalom, szindrómák és egy sor más testi-lelki nyavaja kezelésében használják. Nekem különösen fontos az a kutatás, amit depressziósokkal végeztek. Két csoportra osztották őket, a hagyományos gyógyszeres kezelést mindenki megkapta. De az egyik csoportnak mindfulness-t is tanítottak. Eközben pedig arra bíztatták őket, hogy hagyják abba a gyógyszerszedést. Képzeljétek, ez a háromnegyedüknek sikerült is. És a csoport kétharmada meggyógyult, és egészséges tudott maradni, szemben a csak gyógyszert szedőkkel, amelyik csoportnak csak az egyharmada gyógyult meg, és maradt egészséges a vizsgálat 15 hónapja alatt. Számomra ez egy hatalmas eredmény, és igazolja azt, hogy miért hatékony. Az emberi létünkkel együtt jár az, hogy a figyelmünk nincs a jelen pillanathoz kötve, szabadon szárnyalhat a fantáziánk. Ha ez nem így lenne, akkor nem lenne se kultúra, se tudomány. Nekem mondjuk a krimik nagyon hiányoznának. A gyógyszertan megtanulása már kevésbé. De milyen jó is tud lenni egy finom kis fájdalomcsillapító, amikor majd széthasad a fejem. Szóval nem bánom nagyon ezt az elkalandozási képességet, de azt a saját bőrömön is tapasztaltam, milyen nagy árat fizethetünk azért, ha nem tudjuk megregulázni az elménket. Gyakorló rágódó és ábrándozó vagyok. Nagyon sokat stresszeltem. Állandóan nyomás alatt éreztem magam. A teljesítménykényszer olykor teljesen megbénított, máskor pedig annyira szétesett a figyelmem, hogy a végén már egy könyvfejezetet sem tudtam elolvasni együltő helyemben, csak kapkodtam ide-oda. Ettől ugyan még nem lettem depressziós, de úgy éreztem, ez már csak időkérdése. Mindent meg akartam tenni azért, hogy ezt elkerüljem. Tanultam relaxálni. Elvégeztem ugyanazt a stresszkezelő tanfolyamot kétszer egymás után. Kívülről fújtam az egész szakirodalmat, de nem éreztem azt, hogy ettől jobban lennék. A könyvekhez való viszonyomon egyébként a családom és a barátaim jelentős része nevet, egy kisebb hányada pedig mélyen egyetért velem. Ugyanis az én könyveimet nem szabad ám teljesen kihajtani, nehogy megtörjön a gerincük. Nagyon kell vigyázni a sarkaira is. És hogyha feltétlenül szükséges, mert mondjuk egy tankönyvről van szó, akkor kizárólag puha ceruzával szabad beleírni vagy aláhúzni benne bármit.
Találtam egy könyvet a mindfulnessről, és éreztem, hogy ezt használni kell. Mire észbe kaptam, addigra összejegyzeteltem, teleírtam, aláhúzogattam tollal, és teljesen helyénvalónak találtam. Úgyhogy most van egy mérsékelten saláta és teljesen teleírt könyvem. Még nem olvastam rongyosra, de alapul. Ez a találkozás pedig megváltoztatta az életemet. Elfoglalt ember vagyok, gyors megoldást akartam. Ehelyett találtam egy lassú, de hatékony segítséget. A mindfulness nem lehet egyszerűen, könnyen, gyorsan elsajátítani. Ráadásul maga a gyakorlás is nagyon stresszes tud lenni. A tudatosság fokozódásával felszínre kerülhetnek olyan élmények, amiket elfojtottunk, mert például túl fájdalmasak voltak. Ezt megkönnyítendő két tippem van. Az egyik, hogy olyan élethelyzetben kezd gyakorolni, amikor egyébként nyugodt vagy, vagy a másik, hogy vonulj ki az életedből mondjuk egy 10 napos meditációs elvonulásra, és ott védett körülmények között tudod elsajátítani az alapokat. Nekem ez utóbbi vált be. Gyakorlás közben az érzékszerveinkkel kapcsolódunk a pillanat valóságához. Háromféle gyakorlattípus van. Az első. Nekiülsz és gyakorolsz. És gyakorlás közben figyeled a légzésedet vagy a testi érzéseidet. Nagyon fontos, hogy csak megfigyeld, ne irányítsd, ne akarj valami különlegeset tapasztalni. Fogadd el azt, ami van. Második típusú gyakorlat. A mindennapi tevékenységeinket is végezhetjük tudatos jelenléttel. Vegyük például a zuhanyzást. Zuhanyzás közben megfigyelheted a víz hőmérsékletét, a tusfürdő színét, az illatát, azt, hogy milyen érzés, amikor a bőrödhöz ér. Vagy ha iszol egy bögre teát, figyeld meg a bögre tapintását, a hőmérsékletét, a tea illatát, az ízét. Harmadik fajta gyakorlat. Időről időre tedd fel magadnak a kérdést, jelen vagyok-e? Ezt ki is próbálhatod mondjuk most. Mire gondolsz? Ha semmire sem, csak figyelsz, akkor jelen vagy. Ha viszont valamilyen múltbeli vagy jövőbeli dolgon jártatod az agyad, akkor elkalandoztál ugyan, de mivel ezt észrevetted, ezért újból jelen vagy ismét. Gyakorlás során, ahogyan az életben is, kétféle élményünk lehet. Kellemes és kellemetlen. A mindfulness-től kaptam egy olyan tudást, amit egy életre magammal viszek. Az élményeink előjele mindegy, de ha reagálunk, hergeljük rá magunkat, hosszú távon megsokszorozzuk a szenvedésünket. Az én életem olyan volt, amilyen a jó kislányoké lenni szokott. Jó tanuló, jó sportoló, Katika az okos gyerek, az iskola büszkesége, stb. Hatalmas elvárásaim lettek saját magammal szemben. Emlékszem egy magyar órára, amikor sírtam, mert pont előtte kiderült, hogy 4-est fogok kapni fizikából. De a gimnázium alatt jöttek az eredmények, így szerencsére nem szembesültem ezzel túl gyakran. Aztán egyetemre kerültem, és az orvosim volt belőlem, az okos gyerekből, csak az évfolyamon több mint 300. Úgy éreztem, nekem nem szabad kudarcot vallanom. És ugye az okos gyereknek a 4-es is kudarc. Úgyhogy ezen hergeltem magam, és eközben úgy megbuktam élettamból, hogy évet is kellett ismételnem. Ettől aztán teljesen összeomlottam. Úgy éreztem, hogy alkalmatlan vagyok az életre. Erre is hergeltem magamat aztán, jó pár évig, nekem semmi se sikerül mottóval. Aztán jött a mindfulness. Gyakoroltam, gyakoroltam, gyakoroltam. Végül rájöttem, hogy ez is csak egy rossz élmény. Na nem a legrosszabb életemben, de azért dobogós, vagy legalábbis olimpiai pontszerző. Az életem része, de nem én magam vagyok. Ezt pedig már el tudom fogadni. Fontos azt észben tartanunk viszont, hogy az elfogadás az csak az érzelmi élményekre és a megváltoztathatatlan tényekre vonatkozik. De amit lehet, azt meg kell tenni. Azt, hogy elfogadom, nem jelenti azt, hogy a következő 4 évben nem tanultam és nem küzdöttem addig, amíg meg nem lett a vizsga.
Azt, hogy a bukástól miért szenvedtem, nem kell különösebben magyarázni. De a jó dolgok is tudnak szenvedést okozni, erről szól a történetem első fele. Az iskolai sikerektől szinte már függővé váltam. Annyira sóvárogtam az elismerésre, hogy ha nem kaptam meg, teljesen összeomlottam. Ha viszont megkaptam, akkor csak egy újabb kipipált tétel volt a tennivaló listán, és nem is tudtam igazán örülni neki. Ez volt az én történetem, de lássuk, mire lehet neked jó a mindfulness. A rendszeres gyakorlás fejleszt egy csomó készséget. Úgy képzeld el, mintha konditerembe járnál. És erősíted a figyelemizmot, a kíváncsiságizmot, a semlegességizmot és az elfogadásizmot. És minél többet gyúrsz rájuk, annál nagyobb súlyt bírnak el. Ennek pedig hasznát veheted legalább három esetben. Az első. Az, ha többet vagyunk jelen a pillanat valóságában, már önmagában is érték lehet. A mindennapok rohanásában az élet apró szépségeit sokszor észre sem vesszük. De a mindfulness-szel nem maradunk le a jóról. A második, az a kedvencem. Az egészségvédő prevenciós hatás. A mindennapok problémáival szembesülve teljesen természetesen negatív érzéseid lesznek. Ha ezek felé, a negatív érzések felé tudsz kíváncsian, semlegesen, elfogadóan viszonyulni, csökkented a valószínűségét annak, hogy megbetegítsenek. Ráadásul a stresszel való megküzdésed is eredményesebb lesz. A harmadik. Javulni fog az életminőséged. A mindfulness nem fogja megoldani a problémáidat, de segít elviselni. Így aztán több energiád marad, hogy a megoldáson törd a fejed. Tiszta fejjel jó döntéseket tudsz hozni, és jobb életet élhetsz. Azt szeretném, ha hazavinnéd az előadásomból, hogy a mindfulness abban segít, hogy teljesebb életet éljünk. A kíváncsiság, semlegesség, elfogadás fejlesztésével a pozitív és negatív élményeidet egyformán meg tudod élni. Ennek pedig csak a mellékhatása lesz az, hogy boldogabb és békésebb leszel. Köszönöm.